Én orvost a hallgatókoromban kerültem ide az Anatómiai Intézetben, amikor befejeztem a neuroanatómia vizsgát, akkor Lengvári tanár úr volt az én gyakorlatvezetőm, és tulajdonképpen az ő emberségessége miatt választottam ezt. Először nem is választottam tulajdonképpen szakterületet, csak egy helyet, ahol jól érzem magam, és tudom, hogy jó helyen töltöm el a szabadidőmet, és így kerültem ide az Anatómiai Intézetbe. Az első években főleg inkább demonstrációt végeztem az Anatómiai Intézetben, különböző gyakorlatokon demonstráltam a hallgatóknak, akiktől nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam. Tehát gondoltam, hogy oktatóként talán megállnám a helyem. A kutatásban először nem voltak jó eredmények, és tulajdonképpen a legelső pont, az én döntő pontom az életemben az az volt, amikor Reglődi Dóra professzorasszony Amerikából hazajött. Én akkor voltam negyedéves orvostanhallgató, és akkor kezdtünk el közösen dolgozni ezzel a fehérjével, ezzel a pakappal, és néztük ennek neuroprotektív hatását, ami tulajdonképpen az én PhD témám is volt. A legelső pozitív dolog az, hogy sikerült nyernem különböző országos és TDK-s hazai házi konferenciákon, és emiatt nyilván ez egy pozitív visszajelzés volt nekem, hogy én jó helyen vagyok. Miután megjöttek ezek a nagyon jó eredmények a tudományból, és láttam, hogy a tudomány és a kutató élet egy mennyire széles látókört biztosító, és mennyire sok rétű munkát jelent, azt hiszem, akkor döntöttem úgy, hogy én inkább ezt választom. Nagyon sok lehetőségem van kutatóként a hallgatókkal is nyilván kapcsolatot tartani, nagyon sok TDK-som van, akik nekem is öröm, hogyha ők eredményt érnek el, és amit én legjobban szeretek az én munkámban, hogy tulajdonképpen az egész világot beutazhatom a különböző konferenciákon, nagyon sok emberrel megismerkedhetünk, és ez tényleg egy nagyon széles látókört biztosít számunkra.